Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában. A vendégem a, remélem jól fogunk mondani, Raksa Bandan, simán ugye, hogy oké, zenekarból. Szabó Tamás gitáros. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Ne viccél. Illetve Kelemen Ádám. Ah, akkor jó, 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 jóval emlékeztem, csak nem állt belepakizak mindjárt az elején. Ne, nem viccelénk, köszönöm, hogy itt vagytok, ugyanis egy nagyon érdekes lemezt adtatok ki nemrég, és úgy gondoltam, hogy erre mindenképp érdemes beszélgetnünk egy kicsit. Ugyanis, hát, húha, nem is tudom, hogy hol kezdjem. hogy itt az elején előbb elkezdtünk beszélgetni, de mondtam, hogy hagyjuk meg a puskaport az adásra, ahogy nektek szegeztem a Kritikált kvázi, hogy nem tudom, hogy meddig lehet jutni ez a zenekarra, meg ezzel a lemezzel, mert hogy, hogy nagyon-nagyon deprimáló az a cucc. Miért lett ez ennyire sötét? Ugye most alapvetően a dalszövegekre gondolsz. Igen, 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 abszolút, abszolút. Eee, na most, és akkor majd úgy is, ugye az Ádám is mondja majd, tehát amikor elkezdtük mi így komolyan csinálni ezt a zenekart, és mondhatni, hogy tényleg nagyon tudatosan próbáltuk felépíteni az egész koncepciót, Például az is, az is, tudatos volt, hogy nem akartunk előzetesen kidobni dalokat. Tehát azt mondtuk, mert ugye a nyilvánosságnak, tehát az volt, hogy akkor megcsináljuk, felveszik a lemezt, és hogy ugye az egész, az egész, legyen egy, egy kerek történet. És hát mindenkinek volt a korábbi zenekarok, és akkor hol rosszabb, hol jobb formában ugye a szövegvilág az valamennyire ugye kapcsolódott lelki nehézségek. Mondjuk általában nálam ezek a drogos dolgok, ezek úgy, 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 úgy kimaradtak. De elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha szövegileg egy kicsit mást hoznánk, és így fordultunk el alapvetően megtörtént történelmi, vagy inkább olyan, 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 olyan sztorik felé, amelyeknek van valóság alapja. Azért a maga zene, a, ma elég nehéz muzsikáról beszélünk, tehát az, 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 világos volt, hogy, hogy mit tudom én, nem a foci vb-ről fogunk énekelni. Már mondjuk azért fociban is ott van mondjuk a helyszeli történet, ami, 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 mondjuk, ami mondjuk másik oldalról akár illetne is a koncepcióba. Ebből a szempontból mondhatni az, hogy, hogy elég nehéz a, az albumnak a, a szövegvilága, tehát másik oldalról meg azt mondanám, hogy nézd meg azt, a sléa szövegeket. Tehát hány és hány olyan zenekart tudunk, akik. Akiknél szintén nagyon nehéz a szövegvilág. Ugye itt a, még az előtt mondtad azt, hogy adott esetben mennyire, mennyire húzza le mondjuk a hallgatót a, a szövegvilág, ez benne van, tehát, tehát az esély az benne van, de én azt gondolom, hogy azért alapvetően a, a muzsika az, amire. Ö, tehát a muzsika a az, ami, ami, ami én azért bízom benne, hogy azért magával tudja ragadni az embert, amiben ami azért viszont sokkal inkább egy tempósabb, ugye ez a Rákendor dolog is ott van persze abban a formában, amit mi mondjuk Rákendor gondolunk. Tehát én igazán ezt tudnám mondani, úgy is gondolom, majd belemegyünk a, a szövegekbe. Bele fogunk mm. menni, de akkor egy picit ragadjunk le itt. Akkor mit gondoltak ti rákendor Na, mondjuk a Motorhead vonulat. Motorheadből kiindulva, oké, tehát mondhatnánk, hogy Chuck Berry meg ezek a dolgok, de alapvetően mocskos, lehangolt, koszos és élő, élő, élő feeling, tehát nem véletlen, hogy a maga a lemezfelvétel is gyakorlatilag egy az egybe játszottuk. Sőt, még vannak bizonyos szólók is, amik onnét maradtak fenn, amikor ugye egybe, egybe feltoltuk a, a dalokat nálunk, ez koncepció volt nagyjából azért kiérezhető ugye a hatások is, ugye, úgy hogy gondolom, erről is fogunk beszélni. Nálunk a zene, és majd ezt szerintem a Bárdám úgy is meg fog erősíteni, már az elején, mikor elkezdett formálódni, elkezdtük én, ad, nagyjából tudtuk, hogy mi lesz a, az irány. Tehát nem az volt, hogy akkor most három vagy négy irányba is elmehetünk, és akkor itt majd itt kísérletezzünk. Itt azért, itt azért, ezek a dolgok alapvetően próbatermi dzsemmelésből jönnek. Sokat próbálunk gyakorlatilag a gyakorlatilag a, a, a COVID időszakban is, ugye még a tavaly, persze a tavaly tavasszal, amikor mindenki visszafogta magát, mondom ti is így voltatok, hogy egy hónapig nem mozdult ki az ember. Három hónap kimaradt akkor nekem is. Ö, de mi viszonylag ráadásul, hogy akkor készültünk ugye a lemezre is, mi gyakorlatilag folyamatosan, folyamatosan próbálunk. Lekopogom, valószínűleg ebbe az is van, hogy senkinek nincs. Tehát, hogy jó, az államnak van még egy, egy ilyen projektzenekre, de alapvetően mindenkinek most, most, ez a fő. Tehát, hogy nagyjából be van célozva, hogy akkor gyerekek, akkor ebből hozzuk ki, hozzuk ki amit lehet. Hát a muzsika meg nagyon ez az élő, élő feeling. De ezt hallgatjuk, ezt szeretjük. Persze vannak itt kikinek ugye, egyéb saját hatások, de, de amikor mi összejövünk, egyértelműen ez, a, ez az irányvonal. Tehát ez a minél élő, minél mocskosabb, most csúnya szóval elmondhatnám, minél lucskosabb megszólalás. Mi a másik projekt zenekar? Innerverse nevű posztrok oh, oh, oh. Na, na nem voltam elég figyelmes akkor addig, igen, pedig vágom azt a zenekart. Jó, oké, okay, király. Uh, és neked is, neked is a Rákándor, így, így, ez, ez, amit felvázoltatom Tomi? Akkor én ezt egybefűzném a válaszsal a, a kérdésedre, hogy mi, miért ez a komorság, meg ez Na, mi, mire lesz jó. Hát igazából én azt gondolom, hogy ehhez a ilyen, ezekhez a súlyos riffekhez nekem fura fekszik. Én mindig elképzelem magam, hogy mi lenne, ha én lennék a közönség. És akkor oda mennék a, a buliba, és vicsorognék rá, meg, befordulnék kicsit közben, nagyon nagyokat hetbengelnék, szóval igazából tényleg alig várom, hogy megszólaljunk élőben, mert szerintem tényleg leszaggatjuk a fejeket majd. Ez, ez nagyon olyan zenekar szerintem, aminek nehéz érvényesülni lemezen, mert annyira, annyira élő, annyira nyers. Tehát ezt próbáltuk egyébként átadni a stúdióba is, hogy tényleg nehogy legyen metronom, például meg az, hogy, a hangszerek egybe mentek föl, és ott is egyébként énekeltem alá, csak ilyen mankóként, és akkor csak az ének lett különfölvéve. De legkevésbé legyen mesterkélt az egész, legyen úgy, ahogy van ilyen íze, szaga, mindene, hogy így átjöjjön ez. És ezzel együtt nehéz ezt átadni, hogy tényleg lemezen azt hallott, hogy mi van élőben, de de ez élőben erős. Jó, akkor beszéljünk kicsit a szövegekről, mert ugye mondtuk, hogy ki fogjuk ezt bontani, de még mielőtt elkezdünk szövegelni, honnan jött a év? Tudom, hogy elhangzott a Hammerworld interjú, meg ilyesmi, csak hogyha valaki esetleg nem olvasta, akkor itt legyen egy helyen minden. Mondom én is, Jó, akkor majd okay, Mert, mert majd az, az, az eredeti gondolat az, 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 az még tőlem volt. Ja, annak idején nekünk volt egy előzenekar, ez a szám volt amiben, hogy a, a ritmus, tehát a hangszeres szekció az akkor már együtt volt de ez még a nagyon-nagyon korai kezdeti számvorban bennem mozgott egy, egy szövegötlet, ugye, ugye a Hammerwood interjúban is elmondtuk, hogy ez 2012-ben volt ez a, az a sajnálatos indiai eset, amikor szerintem ti is emlékeztek rá, amikor a, ugye egy diákpár ugye felszállt éjszaka a buszra, és akkor ott voltak férfiak a buszon, és akkor ugye a lányt megerőszakolták, utána néhány hétból meg is halt, és ugye ez elég nagy, ugye Indiában az, az egész nők elleni, erőszak is mondhatni minden napos, elég nagy port kavart a történet, és benne már akkor volt, hogy annyira súlyos a sztori, és ugye ez is mutatja, mikor hogy az élet adja mindig a legjobb sztorikat, és én már akkor így, így motoszkált bennem, hogy, hogy ebből, ebből mit lehetne kihozni, és amikor készült nekünk egy, egy dalunk, ugye ez a Doter of Ganga, akkor akkor én mondtam, hogy valami ilyesmi kéne, én néhány sor talán még akkor meg is írtam, és, és akkor az Ádám rögtön rákapott, hogy igen, ez jó, meg ugye a, a riffekhez is illik ez a ez a, a dolog, és akkor nálunk azért mindig az szokott lenni, hogy a dalokhoz, tehát a dalszövegekhez kapcsolódóan ugye van egy, van egy ilyen előmunka, megnézzük, hogy mi legyen a téma, ugye nálunk a basszusgitáros ráca, a cserdém is elég bele szokta magát dobni. Idézőjelben ilyen munkát csinálunk a dalszövegíráshoz, hogy úgymond ne hülyeségekről beszéljünk, elég megalapozottak, és akkor, bocs, átveszem no, a szót, magyar, 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 hogy vagyok. és akkor így elkezdtem így nézelődni így a, a, az indiai kultúrában, meg vallásvilágban, hogy, hogy, egyébként, meg ünnep, ünnepek között, hogy, hogy így a, a, nők, nőket tényleg ennyire elnyomják-e. És mondom, poénból rákeresek, hogy van-e olyan ünnep, ahol a nőket ünneplik. És konkrétan ezt az egyetlen ünnepet találtam. És ebben találtam egy olyan ilyen, ilyen frisk, fricskát, hogy gyakorlatilag akkor nevesítsük meg ezt, hogy ez mekkora dolog, és egyébként még itt se, itt se a nőiséget ünneplik, hanem gyakorlatilag, mint testvéreket elfogadják egymást, férfiak és nők. Úgyhogy igazából ezt, ezt gondoltuk így kiemelni. A hangzása pedig ilyen érdekes, egyedi, semmiképp se állunk be a sorba, úgymond. Vagy egyébként már csak maga a gondolat, is, hogy így belegondolunk ebbe, hogy európai emberként, hogy mennyire idegen ez tőlünk, tehát majd nem a, a, a nők elfogadása, nem az, hogy csak itt ezen az egy ünnepen, igen, tényleg elég érdekes. Mondjuk a hangzásra egyébként azt hittem, hogy valamilyen Kriszna zenekar lesz, tudod. Tehát, hogy Nem nagyon tudtam volt tenni, amikor a, a Hartmann Kristóf először mondta nekem, hogy hát figyelj, lesznek ilyen kiadványok, ezekhez lehetne csinálni podcastot. És elkezdtem mondani, hogy, hogy oké, okay, de ez milyen zenekar. Tehát, mm -hmm. hogy és utána, amikor mi beszéltünk, és megkerestél, mm -hmm. és mondta a a korábbi zenekarokat, akkor így mindig kaptam fel a fejemet, hogy ó, oh, Sunworth, Blood is Fire, hoppát, itt én képe vagyok igazából, csak hogy így, így nem nem tudtam kötni hirtelen, hogy az igazából ismerős harcok vannak a zenekarban. Mármint nem a nyerges akilájék, igen, Nem a nyerges, ők majd egy következő <laughs> adás vendégei lesznek, hanem hogy úgy, úgy ebben, ezen az Ándorgen szintén ismerős harcok. Mm. Hozzáteszem, akkor ez már koncepció lett, hogy ne feltétlenül angol száz nevünk legyen. Most annyi ilyen műhelytitkot elárulhatok, hogy a végén ugye itt azért voltak viták, hogy mi legyen a név, és, és a, ugye a mellett egy egy, 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 japán elnevezés volt az, ami nagyon keményen futott. Micsoda? <laughs> 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 tori. Tehát ugye az is, az, is az, az, az mondjuk a Tori című dalhoz kapcsolódik. Ugye a halál kapuja, Ugye, hogy a... a Hiroshima atombomba, igen, imádkoznak igen. Esztergomba. Igen. <laughs> Jó kis kell a <akjala>, igen. <laughs> valamiért ez így adta, hogy, hogy, hogy ne legyen angol szász. Nézd, tehát itt, itt azért nagyjából azért persze tisztában vagyunk, hogy, hogy tehát nem lesz ebből világ világsiker, tehát azért ennyire, ennyire vagyunk reálisak. Másik oldalra viszont, viszont ez egy tök izgalmas, és ez, ez, illik megint ebbe a koncepcióba, hogy ne feltétlenül az legyen, mint másik 23, mert persze oké, okay, a zenébe úgy is ki fogod hallani, mint a Down, én ezt sem, nem is titkoltam, tehát én nagyjából ezt szoktam mondani, hogy nagyjából is negyed is valami, ugye ebbe benne vagyok. De, 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 hogy mégis, mégis egy pici, pici, pluszt adjunk hozzá, valószínű a szövegvilág, valószínű, hogy, hogy ugye zeneileg is nem nagyon vannak ezek a hosszú jömmelések, tehát elég, elég dalcentrikus a történet, és, és hát végül is a név is így kapcsolódott, hogy a név se legyen az a, az a nagyon megszokott. Persze megkapom én ezt mindenkitől, hogy a gyerekek ezt nem fogjuk tudni kimondani, Mondom, úgy is valószínű, hogy úgy fog majd, ha rendesen működik az ennek, hogy a laksa néven fog menni, most ott van, ott van a sapat aki is mindig azt mondja, hogy ugye a sapat. sapat. Ilyen, hát, a sapaték, tehát, jel. én azt gondolom, hogy ha, ha, lesz jelenlét, amit ugye abban tehát mindenképpen szeretnénk ugye menni, csinálni, ezzel sem akarok ellenőrizni titkot, hogy gyakorlatilag a második lemezt is írjuk gőzerővel, tehát itt tényleg az van tervezve, vagy akkor, akkor most működjünk. Most azt is mondhatnám, ezt pont így egymás között szoktuk mondani, hogy bizonyos generációs Diffik azért vannak a zenekaron belül, hogy ugye én, és is a, és is a, a Sára ugye és pedig megmondta, hogy a hardcore ne, ne beszéljünk, de, de a Norbi ebben, ebben eléggé benne volt, és ugye mi már azért ugye 40, 40 környéken vagyunk, és, és igazán az volt a koncepció, mikor elkezdtük, és a számvortból kinőtt ez az egész történet, hogy, hogy csináljunk egy zenekart, ami, ami működik. Tehát itt nincsenek hatalmas elvárások. Egy olyan zenekar, ami, ami működik, egyrészt olyan muzsikát, ami, ami tényleg, tényleg belülünk belőlünk jön, és Ugye az egész klappoljon, és most tényleg lekopogom, azt gondolom, emberileg is összejött egy olyan, olyan brigád, amivel, amivel tehát tényleg klassz, megbízható az mindenki. Ugye, aki már esetleg hosszabb ideje ezen él, az, az, tudja, hogy azért a rock közeg az nem, nem, mindig, a meg, nem mindig, az emberi megbízhatóságról szól. De finom a <laughs> és hát most most, most, most nálunk egy ilyen, azt is mondhatnánk, igen, egy ilyen, ilyen iszonyatos béke feeling van, mert mert zenekaron belül is nagyjából adottak a, a szerepek. Tök jó. Tehát most, 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 azt is mondhatnánk, hogy hogy igen, mi is nehezen éltük meg ezt a logdánt, mert gyakorlatilag egy éve már színpadon lehetnénk, de hát, ami késik nem múlik, tehát én azért bízunk benne, hogyha tényleg elindulnak a, a koncertek, akkor meg tudjuk magukat mutatni. Tehát nagyon sok tudatosság van a zenekarban, még hogyha a zenéből nem ismeri a zene, alapvetően ez a, a mocskos nyers, sokszor tényleg ez a, ez a spontán érzés van, de de egyébként ahogy, ahogy ki van alakítva az ennek a, a szövegvilág, ugye a, a borítók is, ugye egy egy kedves tetováló ismerős készítette nekünk ezeket a ajzokat, tehát hogy mindenképpen egy, egy, egységes koncepció. Tehát, hogy olyan, olyan hogy is fogalmazok, hogy összeszedett feeling -e legyen az egésznek, ez fontos volt. Hát egyébként az mondjuk megvan szerintem maximálisan. Tehát meg úgy, hogyha ha valaki veszi a fáradtságot és elmélyed a szövegekbe, akkor ugye nem degradáló értelemben mondtam ezt, a, ahogy picit deprimáló hatása van néha, mert hogy emlékszem, hogy ugye beszéltük, hogy majd ugye kell kritikát is írni le, a Hammer World, a stb. Mondtam, hogy a Lénád laci hogy megcsinálom majd. mondom, majd, majd így elméltek a lemezbe, de úgy mindig tologattam, tudod, hogy, hogy jó, oké, okay, oké, okay, meghallgatom majd, jó, rendben, elkezdem. És akkor kintottam a Hammert, elolvastam benne az interjút, és ugye pont ez, ahogy ott is beszéltetek a szövegekről, meg ugye, egy lett a lemez címet, hogy ez a Meteor a Dirty Bass, ugye az előbb említett indiai eset, stb. Hú, az nagyon kemény volt, egyik reggel indultam a melóban, mondom, hogy pont annyira térek ki melóban, mint amilyen hosszú a lemez. Na mondom, isteni je, yeah. beraktam a -be, ugye, mert hogy én még így nyomom. Beraktam a -be, elindultam otthonról reggel, és csak azt hittem ezt, hogy fú, ez beszéppantott. És ugye pont ez, hogy, hogy igen, tehát osztom azt, hogy ehhez a zenéhez nem lehet kék az ég, zöld, a fű típusú szövegeket írni, csak hogy ettől függetlenül furcsa volt, hogy, hogy ennyire tartalmas úgymond, és ennyire olyan problémákra a világít rá, amiről ugyan valószínűleg tudunk, mert mindenki tud hiroshima ugye az indiai esetet is sokan tudták, mert benne volt, hogy a médiában itt is felkapott dolog volt, de az ember hajlamos ezeket egy picit ugye elfelejteni, és mondjuk kicsit úgy, úgy visszazökenni a, a hétköznapokba, és hogy kicsit, mintha jó lenne ez a pofonnia, hogy na figyelj, öreg, akkor azért itt van a Földnek is árnyékos oldala. Az nők nem, nem fordult meg a fejetekbe, hogy magyarul írjátok meg a szövegeket? Nem. Akartam mondani, hogy így, Ádám is rögtön így ingatni a fejét. Nem. nem. illen a zenéhez a magyar nem. nyelv nyilván, szerintem sem, csak hogy ez a, a esetleg hogy mondjuk, hogy nagyobb közönséget lehetne elérni talán, vagy, vagy franc, tudja, vagy igazából ez sem biztos már, ugye nyilván nem nehéz ezekre receptet, meg megfejtést találni. Kicsit a szövegek akkor, Tehát, ugye mondtad, hogy szerettek kutató munkát tenni a odafigyelni. Melyik szöveg igényelte a legnagyobb kutató munkát? Hm. És, és miért? Mondjuk akkor én mondom az Jó. én favoritomat, és akkor mondják nem is. Ugye a lemeznyitó a Welcome to Johnstown, az ugye amikor 1978-ben az a Jim Jones féle népek temploma szekta. Szerintem biztos, hogy te is olvastál róla arról hogy filmek is készültek. Az annyira erős az a történet, tehát hogy, hogy valaki, ugye egyébként egy kábítószeres prédikátor ezer követőjét ráveszi, hogy kövessék a, kövessék a halálba. Ráadásul az eset kapcsán rengeteg eredeti YouTube videó is fent van. És akkor emlékszem, hogy küldözgettük át egymást, és bazd meg, nézd meg, beszalsz, tehát tényleg ez nem normális, és és, és annyira, annyira, erős volt a sztori, én, én azt, ugye annak az alapját én írtam meg, és akkor persze akkor átvette Ádám, és, és de, tehát, tehát, félelmetes volt az egész, ugye ott, ott, ott szintén vettünk át az eredetiből, hogy mikor ugye a Jim Jones azt mondja, és erről ugye a felvétel is volt, hogy ez nem öngyilkosság lesz, hanem forradalmi tett és akkor ezzel ember meg ezt beszopta. Tehát, hogy, hogy annyira, annyira erős volt a sztori, hogy hogy, 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 de hát a többiek is, tehát, hogy mindenki egységesen rámozdult nálunk. Talán Norbi az, aki úgy mondta, hogy gyerekek, csináljátok a szövegeket, ő ebben nem szól bele, de jó néhány dalnál volt, hogy mind a hárman rámozdultunk, és akkor néztünk, alapvetően Némű meg Ádám szokta lefixálni a szöveget, én inkább így ötleteket dobálok be, de, de de most az, az egy jó buli volt összerakni ezt a szöveget. Tehát az, 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 az tényleg ilyen, ilyen kollektív, kollektív, mint egy kollektív tehát én. Igen, általában a, a Tommy szokott lenni a témavezető, hogy így bedob egy ötletet, és akkor utána ülünk, és akkor küldözgetjük a cikkeket, lehoz az életről, ja, aztán írjuk a szöveget. Hát például a Comradex, az, az egy sorozatgyilkosról szól, ugye ott is neki ülni, elolvasni, hogy mi mindent csinált az hát, az ember. Tía, ott arra csak, csak azt a két filmet megnézni elég, ja. tehát hogy így az evilánk. De azt mi hozta, tehát az nekem nincs közöm. <laughs> Igen, hát hogy... az, az mondjuk szerintem az egyik, egyik legmegdöbbentőbb eset így a sorozatgyilkosok között. Ráadásul ugye őt el is engedik akkor, mert pártok volt. Igen és azt mondták, hogy, tehát az a politika is, ahogy, ahogy átszőtte, átszőtte az egész, hogy ott van a humántorcs, ugye, ami a, ugye az a vietnámi szerzetesről szól, ami egyébként ugye a, a debüt Rage Against the Machine is, mm. ugye ő található, Igen, ő adta az ihletet, akkor ott van a kafetéria a júz, ami, ami ugye az észak-amerikai helyzet, ugye itt az oxikontin és ugye a, a különböző, Uh, ugye ezek a kemény... De ugye, igen, á, 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 Ádám ebben is meg sokkal jobban képben van, ugye, mert ő végül is gyógyszerész, tehát... Uh, azt uh, végül is az uh, a nem nem nem, 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 úgy volt az egész, hogy én feldobtam, át, átdobtam két, meg mondom, nézzétek már, mondom, nem is tudtuk, ugye, hogy hogy ugye akkor ez még a Trump időszak volt, hogy, hogy, hogy Trump elrendelte a veszélyhelyzetet, tehát kábítószer miatti veszélyhelyzetet rendelt el, és gyakorlatilag ugye ez, ez a, a sztori volt az, hogy, hogy ö, több tízezer ember aki alapvetően kedélyjavítóként orvosok felírkálták nekik ezeket a nagyon erős csillapító hatású gyógyszereket, és ráálltak, és gyakorlatilag a heroinnál tízszer rosszabb. Tehát én nagyon, de felmész az ember, felmegy a YouTube-ra, ilyen felvételekkel van tele, és akkor ugye az Ádámnak mondtuk, hogy fi, ez gyógyszertéma, és akkor az Ádám erre ugrott, és, 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 megcsináltuk. Igazán egy, egy dal van, ami, 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 ami nagyon érdekes, ugye ez a lemez ez a New ami egy, ugye Adinak a, a Góg és maguk fia című versből indult el a gondolat. Ott, ott, van, egy, van egy elég erős üzenet, ugye a, ez a nyugat, a nyugat fia akartam lenni, de csak a kelet követem maradtam valami, valami és Ott, ott egy picit belemetünk ebbe a kompország történetbe. És ez kicsit pont válasz is arra, hogy miért angol a dalszöveg. Igen, 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 de, de alapvetően... Miért nem De, alapvetően mondjuk, mondjuk a hazai dolgokat igyekeztünk kerülni, tehát lehet mondani, hogy igen, van, akár politikai vagy társadalmi vonatkozása, de mondjuk aktuál politizálni nem, nem nagyon akartunk. Valószínű azért is, mert nem biztos, hogy minden dologban ugyanazt gondoljuk a, az életről. Ezek, ezek a sztorik meg, meg, megadták magát. Azért érdekes még egyébként, hogy ugye én említettem, hogy azért készülnek már az új dalok, hogy szövegileg lesznek kapcsolódások. Tehát lesznek, és ez, ez viszont egy marha izgalmas dolog. Tehát, hogy, hogy most rakunk össze egy dalt, Na, ami egyébként éppen a comradex egy ilyen elő, előtörténete lesz, aminek szintén van hogy van az a 29-33-as ukrajnai éhénység. Tehát, tehát várhatóak tehát, ezek a dolgoknak. Tehát lehet, hogy valaki azért fog minket hallgatni, vagy várni az anyagainkat, mert mondjuk tökre érdekes volt számára a tartalom. Hát figyelj, mindenképpen azt, hogy én is utána pont a, a, Jim jones sztorinak utána néztem, mert nem, nem, nem azt nem voltam vele képbe, nem emlékeztem, hogy hogy is volt, és hogy pont előtte pár nap olvastam egy cikket a, a vakói ostromról. És ugye, 93. Az, igen, ah. és azon gondolkodtam, hogy ugye, arra is csináltak egy dolgot igazából, tehát így arra van egy tök jó sorozat, és amúgy ajánlom, a hmm. részes Taylor Kitchell a főszerepben, meg, meglepően jól sikerült. Na és én ott volt, azon a az, cikknél gondolkodtam, hogy az ilyen van, tudod, és hogy kiírták a gyerekeket minden szírsza, érted, miért rájuk törtek, ja. és így mondtam, hogy Jézusom, most, ugye így meghallgatva a lemezt, lemez és meghallgatva a szövegeket, és úgy gondolkodtam, hogy fú, hát ehhez képest egyébként nekünk itt még arany életünk van Magyarországon, tehát hogy így azért az, ez, ezek elég, elég, elég e, súlyos dolgok, és e, azon gondolkodtam még el, hogy e, koncerten, hogy fogjátok megpróbálni ezt ellensúlyozni? Ja, mert majd mosolygunk sokat. Hát nem, szerintem nem próbáljuk meg nem, de... inkább azt mondod, hogy legyen letaglózó élmény a buli? Hmm. Hát, irgalmatlan hetbengelés. Ilyen törzsből mozgat, ilyen nagyon nagy hetbengelés lesz szerintem ennyi. Ami ugye ez már az elején koncepció volt, és nagyon érdekes, hogy az elő, ha mondhatunk mit, hogy előzenekar, amiben voltunk, ott, ott a szinten alapvetően ott a fővokál ment, és itt elkezdtünk azon gondolkodni, és mikor már jött az Ádám, akkor már ez így koncepció volt, hogy a főjének mellett egy kicsit erősítsünk rá a vokálokra. Ugye a, a basszusgitáros rács és én, és ez nagyon érdekes, mert alapvetően mondhatni egy ilyen dúmos, stone de alapvetően ez a, ez a 90-es évek Down, Corrosion, van benne valamennyi kájusz, az a döngölösebb kájusz dolog is, hogy ahhoz egy kicsit, kicsit társítani a, a, a korabeli hatkor és Tehát itt most nem a, nem a, nem a klasszikus old school ra gondolok, hanem itt megint ez a 90-es évek, hogy a Biohazard, vagy a mondjuk a Szikofitól az éppen old school, de akár mondjuk a Life of Agony, vagy mondjuk a Rollins bennek az, hogy, hogy odaállni, és akkor Ádám nyomja a fővokát, és akkor mellette meg nyomjuk a csodát ezzel. A Life of Agony-t egyébként én is hallottam az zenéből. <hums> Mert hogy a Life of ugye ugyanez a kategória szerintem, hogy Imádni való Az arra gondolsz azon, hogy figyelj, fölvagod az eredet, de nem keresztben, hanem hosszába, hogy biztos legyen a történet. <laughs> és érdekes amúgy, hogy nekem leginkább a leg, az utolsó Life of Agony be egy-két helyen. Az egy jó lemez. Hát szerintem az egyik legjobb lemezük. Sőt, az R, ez RRR után, RRR után, szopatom, mint <laughs> ezekkel Igen. a kifejezésekkel, talán az a legjobb. Nekem. Mondjuk én, én mindegyiket szeretem, tehát elfogott vagyok, de... Nézd, tehát az is érdekes, tehát, hogy mondhatjuk, hogy stoner, meg megkapjuk azt, hogy slide amit én nem igazán értek, mert nekem a slide az mindig az a féle, nagyon sújtós, tehát ahhoz képest szerintem, hogy milyen a zene. Köszi, igen, én is beleírtam a kritikába, hogy érzem egy kicsit a dorgálás. Nem, nem, most nem ne. felid irányozni. Figyelj, nekem azért, nekem pont a témák súlya miatt, meg úgy mm. az egész, 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 miatt mondanám rá a slide jelzőt, az tény és való, hogy ebben az értelemben ahogy te mondod, nem illik rá, nem illik rá a sludge, viszont ö, amúgy meg, most nem mondhatom rá azt, amit a pankrakendról tudod, tehát, hogy Igen. Ugye az a baj, Igen. hogy főleg, én szerintem főleg itthon jellemző ez, az embereknek kapaszkodó kell. Hát, ha leírom azt, hogy figyelj, tök jók a dalok, mert ez a téma, ezért az a téma azért jó, tök jó a hangzás, de mondjuk nem írom bele, hogy mert egyébként kicsit, mint tudom, egy COC és a zene, akkor lehet, hogy a paraszt nem fogja meghallgatni, és most nem degradáló értelmű mondom a parasztot, hanem az át, egyszerű átlagember nem fogja meghallgatni, mert ha egyetlen végig is olvas a kritikát, úgy van, hogy oké, okay, jó, tök jó, oké, okay, csak hogy és mihez hasonlítod most. Hmm. Nincs, nincs neki fogóckodó, hogy akkora dömping van, hogy, hogy, hogy ke, kell valami gumicsontot adni az embereknek, ami miatt rá tudnak kapni a zenére. És én ezért írtam bele a sládzsot, hogyha valaki hmm. alapvetően ugye ezt a stoneres dumos vonalat annyira nem szereti, de mondjuk a sládzsot igen, akkor itt lehet, hogy talál benne olyan hmm. ízeket, ami miatt, ami miatt neki mondjuk ez a zene bejöhet. Azt pedig a Tomi nagyon jól mondja, hogy élőben tényleg nagyon sokat fog számítani a két vokál. Tehát így uh, igyekeztünk olyan helyekre tenni a dologban, ahol az, az súlyt ad neki pluszba. Úgyhogy szerintem az, az jó lesz, organikus lesz. És, és Valószínűleg itt jön be egy picit ez a, ez a, ez a hardcore közeli. Mondom, nem, nem vagyunk hardcore zenek, de, de a hatásokban, meg meg egy kicsit a hozzáállásban a, ott, ott szerintem igazán, szerintem ott, tehát ott, ott érződik, Tudott Tosan kerültünk bizonyos témákat, tehát mondom, ez a drog téma egyszer azért, mert nem, nem játszik a zenekarnál, most mondhatnánk, a nőket imádjuk, de azt meg annyian megénekelték már. Valahogy ez az ösvény, amit, ami, amiben, amiben azt az gondoljuk, hogy ez, hogy ez, hogy ez tud működni. de a live fogni azért érdekes, hogyha vissza gondolunk, ugyanis mennyi volt, milyen akárhány éves, mikor kijött, és ugye Hedbengezból, mert Hammer, és, és é, tehát, hogy rögtön érezted, hogy a zene is súlyos, a szöveg is súlyos, és az egésznek volt egy ilyen, egy ilyen, ilyen nagyon ütős koncepció. Egyébként még itt a kapaszkodókra akartam neked mondani, hogy egy kicsit azért mi tudatosan toljuk azt, hogy ez, ez a 90-es 90 évek a világ, ahonnan táplálkozik ez a zene, nálam meg a, a Norbinál, Dobosnál egyértelmű, Iminél meg, meg az Ádámnál lehetnek más, más hatások is, de tehát nem véletlenül mondtuk azt, hogy, hogy Alice in Chains, Biohazard, Down, Corrosion, mert másik oldal, én magamról tudom, hogy én is alapvetően, ha, tehát ha írnak valamit a zenére, tehát azzal, hogy azt írják, hogy a egyéni, az nem tudok mit kezdeni. Tehát itt, itt egy kicsit viszont, viszont így akartuk tenni a dolgot, hogy mondjuk ez, ez nem egy klasszikus heavy metal lesz, nem egy ilyen modern, metalcore, deathcore dolog, hanem hogy egy picit, 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 picit tájoljuk az embereket. hogy Akkor magyarul mertetek oldschool-ok -ok lenne. Igen. Minden igen, igen. Még esetleg, ami példaként eszembe jutott, hogy, hogy kicsit egzotikus a dalszövegvilág, hogy például a System of a Down ugye lenyomta a világ torkán az örmény népírtást például. végül is az is nagyon komor, és hogy mellé megpárosítottak egy jó zenét valahol ez, ez, jutott eszembe, ja, így hasonlatként ja, még. Most nekem ugye hittem azt léle jutott eszembe, vagy, vagy ott van az, an, amit az Anzelmó mondjuk jó, jó alapvetően hogy a saját életéből táplálja a, a szövegeket, de hát ugye azt, azt látjuk, hogy az, az, se egy boldogság fákjás menet. <tosz> 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 <Hino> <tosz> ugye, szóval hál, hál' Istennek lekopogom nálunk azért a, a, a saját élet, azt is mondhatnánk, hogy eseménytelen ebből a szempontból, tehát nincsen neki hatalmas depressziós hullámok, így, így adta magát magát a történet, hogy mondom, az első három, két-három dal, amikor elkészült a szöveg, akkor már tudtuk, hogy ez lesz a koncepció, hogy menjünk, menjünk ebbe az irányba, mert, mert ez olyan most jó értelemben mondhatnám, hogy különleges, mert ez ugye, tegyük fel, hogy főleg mindez az adás kijön addigra, hogy aktívan menni fog a koncertezés, stb. Bízunk benne, hogy nektek is, ugye, megtedik a naptár, koncerteken az egész lemez elejétől végéig? Hát ugye ez sokszor attól is függ, hogy, hogy mennyi időt kapsz, mert világos, hogy nem, nem főzenek, aként indul majd a történet. De nagyjából azért azt tervezzük, hogy ö, van egy fúziós daladán, amit, amit élőben gondolkozunk, és mindenképpen szeretnénk, hogy valamikor eljátszani, de a steel gitár is van, sőt, van benne egy elektróbetét is. zongora azt, is. Zongora is, tehát azt, azt élőben, azt, azt nagyon, nagyon okosan be kell majd, tehát az, az, az kezdetben azt így nem, nem szándékozunk, és talán még van egy dal. De nagyjából, tehát a lemeznek a gerince, az, az, az azt mindenképpen szeretnénk élőben, valószínűleg lesz, lesz még hozzá egy feldolgozás, és akkor kompakt, tehát így, 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 így próbáljuk, hogy minden kompakta. Tehát a lemez nagy része, az, 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 le kell, hogy, hogy menjen. De ugye nem is hosszú a lemez, tehát... Milyen, fel, hogy... milyen feldolgozás kíváncsi vagyok? Már is nincs Chains. De a régi, és, és, és hozzánk igazítva. Melyik? Ez tehát... <coughs> az <dőrt. tos> Ez lett van az egyik tettem, igen. <gül> <gül> miért, miért emelted ki ennyire, hogy a régi? <laughs> Nem szereted az újakat? Megvannak, hallgatom, de ne nekem a régi. Ez tök, tök érdekes, tehát valószínű, hogy hogy ugye a, 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 a lénynek a, az egész tragédiája is, meg az egész tragikus sorsa rányomja a korai lemezekre a, a bélyegét, meg ugye, hát akkor volt az ember fiatal, tudja, erre mondjuk azt, hogy, tehát, hogy, hogy nem érzem azt a bizsergést mondjuk a, az utolsó két-három csénszen, amit még a mai napig mondjuk az első kettőn, de ez most tök érdekes, mondjuk a Down-nál is ez van, alapvetően a nola. Tehát, tehát amiket ez a 16-20 éves kor között, a Kórozsonnal is így vagyok. Tehát a Deliverance, Nola, chains a dört, tehát azt is mondhatnánk, ez a 92-től 96-ig úgy számolna, akkor úgy, 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 úgy megírták a, 2000 után igazán ezt szoktam az Ádám hogy az Ádám jobban hallgat ugye frissebb zenéket is, és én nagyjából a Mastodon, meg a mastodon vonalból néhány zenekar is. És neked kíváncsi vagyok, hogy még akár zárásnak is tök jó, hogy neked, neked mik a, Ugye elmondhatom, hogy nekem mik a fő hatások, hogy mik a kedvencek hm. neked. Hm. Nekem a Pantera. <laughs> ami, ami az én ízlésemből idestimmel. Nem kell ides négyáját. Azt mondja, hogy a fő hatás. Hát ének, ének, hatásban a Panther. A Pantera. Ha Britney Spears akkor azt mondja, ez ja, hát, hát, az, az is az egy kicsit. de. Az, nekem az ja, nagy kedvenc vicc. Tudom, tudom. Az, nekem az én az a filmekben a filmek Titanikkal vagyok így, tehát hogy ilyen megfejthetetlen, de imádom. Nekem kicsit a, a film az az jobb. Az. Az. Még a Rage Against the Machine-t ide. Mm -hmm. Panther a Rage, ez a fő. Meg kicsit azt szokták mondani, hogy kicsit ilyen szistemesre szisztemesre az az énekem. Talán. Én ezt szerencsére nem hallottam ki belőle. Jó, de, de jó, ezt... de jó hát figyelj, mert... valószínűleg azért, mert nem is ismerem annyira szisztemet, tehát, hogy nem, sem cáfolni, sem megérősíteni, nem tudom. hú, figyelj, én megmondom ezt, én ennyit gondoltam mára, és tök köszönöm, hogy eljöttetek, meg, meg tök beszélgettünk, és szerintem, aki eddig nem hallgattam maga nem ezt az, az nem biztos, hogy megfogja, hogy leírásban be is dobom majd a linket, ahol meg tudjátok hallgatni és a zenekarnak a közösségi felületét is beteszem, kövessétek őket, illetve majd, hogyha lesznek koncertek, menjetek koncertekre. Ha pedig az adást szeretnétek támogatni, akkor tegyétek meg, hogy feliratkoztok a csatornára, az már önmagában segítség, illetve vannak ott még módok a leírásban. Köszönöm szépen, hogy meghallgatotok minket, találkozunk jövő héten, és sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!